Nemrégiben jelentette be a német, a francia, a svájci és az osztrák nemzeti vasúttársaság, hogy közös projektet indítanak az éjszakai vasúti járatok európai hálózatának kialakítására. Kelet- és Közép-Európában már most is elég sok vonalon járnak éjszakai vonatok, Budapest mellett Bécs a legforgalmasabb csomópont. Biztonságosabbnak tartom az éjszakai vonatozást a repülésnél, mondja ez a nő, ez a másik pedig azt mondja, kényelmes az éjszakai vonatozás, mert úgy jut el egy helyről egy másikra, hogy közben alszik. A vonatjegyek még gyakran drágábbak, mint a fapados repülőjáratokéi, mindazonáltal az éjszakai vonatozás egyre népszerűbb. Az európai éllovasnak számító osztrák szövetségi vasúttársaság, az ÖBB ezért vesz részt a kontinens éjszakai hálózatának bővítésében. A cél egyszerű, olyan szolgáltatást kínálni az utasoknak, amely a repülés alternatívája lehet, mondja az ÖBB szóvivője. A partnerekkel közösen bejelentett projektnek köszönhetően az ÖBB szerelvényei hamarosan eljutnak majd Barcelonába, Párizsba vagy Amsterdamba is. Az államiak mellett azonban feltűntek a piacon magánszolgáltatók is, a közeljövőben Stockholm és Berlin, illetve Csehország és Ukrajna között induló vonatjáratokkal. A cseh RegioJet már most is indít éjszakai vonatokat Prágából Horvátországba és Szlovákiába, de nem könnyű versenyeznie állami vasúttársaságokkal. A RegioJet azt szeretné, ha hasonló állami támogatást kapna, mint az állami vasúttársaság. A cég szóvivője azt mondja, az az álmuk, hogy fair körülmények között versenyezhessenek az állami és más magántársaságokkal, mert nem kellene különbséget tenni az állami szolgáltató és egy magáncég között. Ennek szellemében a RegioJet más magántársaságokkal közösen nyílt levelet küldött az illetékes politikusoknak. Szerintük csak az egyenlő versenyfeltételek vezethetnek az európai zöld megállapodásban célul kitűzött klímasemlegességhez, összegez tudósítónk. Zug von Wien nach Prag.